Ezek a rendőrségi felvételek a tavalyi orosi helyszínen készültek, a vádirat szerint a vádlott felesége tavaly februártól a munkahelyén közelebbi kapcsolatba került a főnökével a későbbi sértettel. A férfi tudomást szerzett a kapcsolatról, ezért a házasságuk megromlott. 2019. augusztus 26-án a feleség felkereste a sértettet annak lakásán, ahol szóváltás alakult ki köztük. A feleség ezt elmondta a férjének, aki a féltékenységtől és sértettségtől hajtva magához vette az engedéllyel tartott megtöltött golyós vadászpuskáját. Elment a sértett házához, ahol egy célzott lövést adott le a családi ház udvarán tartózkodó férfire, aki ekkor bemenekült a házba. A vádlott a lakóház bejárati ajtajára újabb lövést adott le, és eltalálta a zárt ajtó mögött álló sértettet. A lövéstől a sértett a helyszínen életét vesztette. A lövések hallatán az elhunyt férfi szomszédjában lakó 65 éves édesapa elindult fia segítségére, amikor is a vádlott hátulról egy célzott lövéssel néhány méterről őt is lelőtte a második sértett is életét veszítette a helyszínen. A letartóztatásban lévő férfivel szemben a megyei főügyészség aljas indokból több ember sérelmére elkövetett emberölés büntette miatt emelt vádat és életfogyték tartó fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságon. Az eljárás a nyíregyházi törvényszéken folytatódik.